Sziasztok, én Bogatin Bence vagyok, ez itt a 222, a Mérce választási villáminterjú sorozata, amiben ezen a héten a Ferencvárosi Diákváros ügye kapcsán kérdeztük meg budapesti 6-os választókerület előválasztási jelöltjeit, hogy ők milyen eszközökkel segítenék a diákok megfizethető lakhatását. A Diákváros projekt az nem egy önmagában álló projekt, hanem egy nagy kormányzati kollégium létesítési projektnek a zászlósajója. A probléma az, hogy maga a Diákváros projekt is, még a Fudan Egyetem nélkül is egy olyan helyzetben van, hogy nem tűnik valószínűleg, hogy az a 8-12 ezer kollégiumi férőhely megvalósulna ott. Van egy célcsoport leírás, hogy kiket várnának a ott fölépülő lakásokba lakni, és ott vannak olcsó kollégiumi célcsoportok is, de hát azért ott van Kata, a 24 éves SOT és orvostan hallgató, aki 170 ezer forintért bérelne lakást. Szerintem nem csak azért kell küzdeni itt, hogy ne adósítsuk el az országot a Fudan Egyetem idehozásával, hanem ezen kívül arról is szó van, hogy megfizethető lakásokat kell teremteni, megfizethető kollégiumi férőhelyeket, megfizethető bérlakásokat ebben a projektben. És a jelenlegi tervek alapján is kétséges ez. Tehát itt egy kettős cél van, ugye az én petícióm, amit elindítottunk. Az is arra vonatkozik, hogy egyszerre utasítjuk el az ország eladósítását, és egyszerre utasítsuk el azt, hogy ne épüljenek meg ezek a kollégiumi férőhelyek. Ha ilyen mennyiségű lakás, kollégiumi férőhely, apartmanhely bejönne erre a piacra, az a egyszerű dolgozó embereknek is azt jelenteni, hogy olcsóbban bérelhetnének lakást. Ha ez a projekt el van szabotálva, ha el van szabotálva úgy, hogy a Fudan Egyetem épül meg, vagy el van szabotálva úgy, hogy nem a megfizethető bérlakások, apartmanok, kollégiumi férőhelyek épülnek meg ezen a területen, akkor Budapest minden polgárának rosszabb lesz, és így egyébként Magyarország minden polgárának, hiszen azért Budapestre elég sokan jönnek vidékről is. Itt arról van szó, hogy nem kollégium férőhelyekről van szó, hanem az egész lakhatási válság megoldásáról. Jánbor András volt a 222 vendége, a sorozat többi részét megtaláljátok a Mérce Facebook oldalán és YouTube csatornáján, kövessetek minket ezeken a felületeken, és hogyha tehetitek, támogassátok a Mércét.